Dombóvár város önkormányzata az idei évben prevenciós céllal szervezte meg az autómentes nap programjait. A szervezésbe az országos mentőszolgálat, a rendőrkapitányság, a hivatásos tűzoltóparancsnokság is bekapcsolódott. A diákok számos ismeretanyaggal gazdagodtak a nap folyamán, többek között az újraélesztés menetét is elsajátíthatták. Tulajdonképpen még a tavasz derekán keresett meg bennünket a dombóvári önkormányzat azzal a szándékkal, hogy az autómentes napra hozzunk létre olyan programokat, amelyeknek lehet üzenete a fiatalok felé. Elsősorban a középiskolás korosztály lett megcélozva ezzel. Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon heterogén a felkészültségi szint. Vannak, akik egészen komoly ismeretekkel rendelkeznek, középutat sajnos nem mindig látunk, és vannak, akiket fel kell zárkóztassunk. De ezek a rendezvények éppen erre jók, hogy tulajdonképpen ezt az ollót egy picit zárni tudjuk, és homogénebb ismeretanyagot hozhassunk létre. A megye székhelyi mentőállomásokon minden hónap utolsó hétfőjén délután 1 órától várjuk az érdeklődőket, és itt ezeket a lépéseket sikerülhet elsajátítani. A mentőautót ezúttal kíváncsiskodó óvodások lepték el, akik számos kérdést tettek fel a szervezet képviselőinek. Lehetőség van valóban a mentőautó megtekintésére, lehetőség van azoknak a mentés technikai eszközöknek a megtekintésére, amelyeket mi nap mint nap használunk. Elméleti előadásokat is hallhatnak, illetőleg a Vörös Kereszt által seb imitációkkal ismerkedhetnek meg, sebellátással ismerkedhetnek meg, légútbiztosítási eljárásokkal ismerkedhetnek meg, úgyhogy ennek tükrében reméljük azt, hogy ezzel a tudással felvérteződhetve és ezt az üzenetet átadva térhetnek majd haza a nap végén. Időről időre érkeznek hozzánk felkérések iskolák részéről, és valóban a mi területünket, a kórház előtti ellátást is szeretnék ezzel megmutatni, és hívnak bennünket pályaorientációs napokra, hogy picit jobban mutassuk be a mi területünket, adjunk át ismereteket, és esetleg csináljunk kedvet ezzel kapcsolatosan, hogy minél többen válasszák ezt a területet. A Baptista Tevékeny Szeretet Misszió helyi bázis a saját készítésű prevenciós társasjátékkal készült a gyerekeknek, de a helyi egészségfejlesztési iroda is csatlakozott a kezdeményezéshez. A rendőrség egy szimulációs géppel mutatta be, hogy mit is él át az a személy, aki volán mögé ülve balesetet szenved el. A délelőtti eseménysorozat alkalmával Zaher Gábor toxikológus tartott felvilágosító előadást a fiatal diákok számára, ahol sok minden előkerült a kábítószerektől a cigarettán át az online világig. Hát én beszólok nekik alapvetően, hogyha mondjuk a mobiltelefonját használja, és néha nem is mindig EU-konform módon szoktam nekik beszólni, mert azt gondolom, hogy ki lehet bírni. Persze pontosan tudjuk azt, hogy aki 1 órát nincs rajta a közösségi médián, azt már halottnak nyilvánították, és ugye nem akar senki valójában halott lenni. Ugyanakkor ez egy elérési lehetőséget jelent, hiszen gondoljon bele az influencereknek a szerepére. Ugye ez megint egy érdekes, jó kis magyar szó már az influencer, ugye véleményvezért jelent, de azt mondom, hogy véleményvezér, nem nagyon tudják az emberek, hogy miről van szó. Úgyhogy az influencerek ebből a szempontból hihetetlen komoly hatással tudnak lenni, és már nem csak rájuk, hanem az idősebb korosztályra is. Alapvetően én sose hittem az elrettentésbe, az elrettentés az már az én időmben se jött be, mert minél izgibb volt a dolog, annál inkább kíváncsivá tette valójában az embert. Szerintem sokkal inkább olyan dolgokat kell közölni, ami az életről szól, és persze, ugye itt a kábítószerrel kapcsolatban igen, bele lehet halni ebbe a dologba. Benne van a pakliba. De mondjuk megnézzük a magyar kábítószer halálozási statisztikát, hogy mondjuk, és akkor most nagyon fölfelé kerekítettem, hogy mondjuk 80-an halnak meg Magyarországon évente kábítószer használat miatt. Ez persze mind a 80 értelmetlen halál, ugye, mert itt relatív fiatal emberek halnak meg, akik előtt még lenne 30-40-50 év akár egészségben eltöltött élet is, akkor ez azért nem egy olyan rettenetes szám, mert az ember azt mondja, hiszen a 40 millió drog használat mellett, ha mondjuk fölfelé kerekítünk mondjuk 100 haláleset, akkor mennyi a valószínűsége annak, hogy ebbe a dologba bele fog halni, szóval az rettenetes az nem jól működik. Azt gondolom, hogy meg kell ismertetni őket ennek az egész dolognak a veszélyeivel, és inkább a másik oldalról kell ezt a dolgot fölfogni, az oldalról, hogy egy nagyon egyszerű 3 betűs szó ezt az egész történetet meg tudná oldani, a nem. Most erre megtanítani a fiatalokat, az nem egy egyszerű dolog. Ja, és persze itt vagyunk, mi okos és bölcs felnőttek, ugye, mert mi elvárjuk a gyerektől, hogy tudjon nemet mondani. Na és mi tudunk? Szóval valahol itt kezdődik a dolog, hogy először nekünk kell belenézni abba a fránya tükörbe, magunkról összeállítani egy képet, hogy hol tartunk, és így több, és ha én nem tudok nemet mondani, akkor hogyan várjam el attól a gyerektől, hogy ő tudjon valójában nemet mondani. Az évek múlásával pedig számos olyan dolog jelent meg az életünkben, aminek a feldolgozása akár külső segítséget is megkövetelhet. A mai fiatalság ezért nagyon-nagyon más, mint mi voltunk, és nem csak azért, mert eltelt azóta
az én esetemben most már ugye lassan 50 év is, ugye amikor még ennyi idős voltam, hanem a szorongási élmények megjelenése. Hát gondoljon bele, ugye itt az elmúlt évek szorongás élményében, ezek a mai fiatalok sokkal inkább szorongóak. Ugye itt volt alapvetően ugye ez a ha nem tanulsz, ha nincs nyelvvizsgád című dologgal kezdődött. Ugye akkor jött a járványszorongás, ami azért nagyon komolyan hatott a gyerekekre. Utána jött a háború, ugye az infláció, a megélhetési szorongás, most pedig ami ugye itt kormányunk áldott tevékenysége hatására, ugye a gender szorongás, ami itt alapvetően megjelent, ami számunkra még annak idején nem nagyon volt probléma, de ma, hogy minél többet beszélnek erről a kérdésről, annál többekben jöhet ez a probléma elő. A toxikológus szinte minden előadása alkalmában megkapja a kérdést, jelen voltak-e a kábítószerek az életében. Mindig büszkén el szoktam mondani, hogy alkoholon kívül soha az életemben nem használtam pszichoaktív szert. Jó, amikor megoperálták a sérvemet, akkor kaptam fentanil, de hát ez egy teljesen más történet szokott lenni. És hát akkor joggal merül, ilyenkor megszok, akkor honnan tudok én erről ennyit, akkor honnan tudok erről ennyit beszélni és mesélni. Én azt gondolom, hogy például mondjuk a nők jelentős része nem női, hanem férfi nőgyógyászhoz jár, aki onnan tudja, hogy milyen egy szülés, milyen egy menstruációs görcs. Egy onkológusnak nem kell átesni azon daganatos betegségen, hogy tudjon erről megfelelőképpen beszélni. És azt gondolom, hogy egy toxikológusnak, addiktológusnak szintén nem kell belekerülni a kábítószer csapdájába. Az előadás rávilágított a fiatalok számára, hogy miért ne akarjanak ezeknek a káros szereknek a használói lenni.